Sok szeretettel köszöntjük kedves nézőinket a Régió Plus Televízió térségi közéleti magazinjának 32. adásában. Bibók Barbara vagyok. Kérem, engedjék meg, hogy bemutassam önöknek új kollégámat, Antal Ádámot, akivel a jövőben közösen várjuk majd önöket képernyőink elé. Én is sok szeretettel köszöntöm a Régió Plus Televízió nézőit. Mai adásunkban vendégeink lesznek a galgahévízi kisiskolás úszóbajnokok. Továbbá Dernovics Kata lovas edző, akivel a téli lovaglási lehetőségekről és lovaink védelméről beszélgetünk majd. Végül Csorba István Csoresz zenei pályafutásának 30. évfordulója alkalmából érkezik hozzánk. Tartsanak velünk! A mai adásban nagyon különleges vendégek érkeztek hozzánk, méghozzá a galgahévízi általános iskola kisiskolás úszóbajnokai. Szeretettel köszöntöm tehát itt a stúdióban elsőként Szűcs Tamarát, aki 8 éves, és már nagyon sok éremmel büszkélkedhet. Köszöntöm továbbá Szűcs Viktóriát, aki 10 éves, és úgy szintén sok érem lóg a nyakában, és hát van egy úri emberünk is, méghozzá Tóth Kristóf, aki ugyancsak gyönyörű eredményeket tudhat maga mögött az úszás terén. Hát, lányok és fiú, beszélgessünk akkor arról, hogy hogyan kezdődött el a ti életetekben ez az úszás, hiszen ugye december elején, az elmúlt évben volt egy igen rangos területi verseny, ahol csodaszép eredményeket értetek el. Tamara, te mikor kezdtél el az úszással foglalkozni? Óvodában, kis csoportos koromban. Hát akkor az már jó régen volt, mert most ugye második osztályos vagy, ha jól tudom. És azóta gyakorlatilag rendületlenül folytatod az úszást. Igen. Értem. És van kedvenc úszásformád is esetleg? Igen. Melyik az? Gyors úszás. Gyors úszás. Értem. Viki, te mióta úsz? Hát én is kis csoport óta, és én is vagon kezdtem el úszni. Csak én, hát én, ott két csoport van, és én az első csoportba kezdtem, mert ami az már a másodikkal kezdte. Aha, és ha jól tudom, akkor most az Aszódi Vízi Sport Egyesület tagjaiként úsztok mind a hárman, és Kristóf, te pedig előtte vízilabdáztál. Igen. Is. Mikor volt ez a dolog? Néhány évvel ezelőtt már? Másfél évet jártam, és ha jól emlékszem, 2010 valami áprilisában kezdtem el vízilabdázni. Aha, és hogyan folytattad ezt aztán az úszással? Hát úgy, hogy bezárt az Aszódi úszoda, és Veresre már nem akartunk járni. Uh-huh. Értem. Meséljetek nekem egy kicsit arról, hogy hogyan zajlanak ezek az edzések, amikor ott vagytok, és mentek úszni. Na, Viki? Hát... Mi történik, amikor megérkeztek oda az úszodába? Átöltözünk, hát akkor utána bemelegítünk, az általában 15 perces szokott lenni, uh-huh. És utána megmondja a feladatot az edző, és leússzuk azt, és így tovább mennek, és a végén pedig, hogyha úgy van, akkor amíg az edző átöltözik, addig játszunk egy picit. Aha, miket szoktatok játszani, Tamara? Hát előveszünk pár labdát, és azokon így gurgatunk meg ilyenek, meg szoktunk labdázni a vízbe ilyen cicásat, hogy valaki beáll középbe, és el kell kapni. És akkor el kell találni, vagy el kell kapni? Igen, a cicának. Uh-huh. Kristóf, mennyi ideig tartanak ezek az edzések? Hát körülbelül egy órás, másfél órás. És milyen távot szoktatok ilyenkor leúszni? Hát olyan 1500-2000 méter. Aha, és volt ugye ez a december 10-ei verseny, ami 60 gyöngyös és aszód úszói között zajlott, ha jól tudom, méghozzá 60-i úszodában. Igen. Hogyan készültetek erre a versenyre? Volt valami speciális edzésterv? Csak a megszokott módon? Igen, igen. Uh-huh. Ugyanúgy. És milyen gyakran jártok edzésekre, hogy ezeket a szép eredményeket hozzátok? Heti 4 alkalommal. Hetente 4-szer. Ebben van hétvége is, ha jól igen. tudom. Igen. Uh-huh. És akkor meséljetek nekem arról, hogy ki milyen helyezést ért el ezen a versenyen, hiszen hát csodaszép érmek vannak. Kezdjük akkor a lányokkal, Tamara. Én gyorsba első lettem, és mellbe meg második. És a többi érem, ami még ott lapul ezek alatt, azokat mikor szerezted, hol? Aszódon szereztem őket, az volt az első versenyünk, és azon. Aha, és azok milyen érmek ott? Bronzérem, aranyérem? Ez szerintem első,
Ez meg második. Aha, hát akkor gyönyörű eredmények. Viki, nálad? Én pillangóúszásban lettem második, mellúszásban nem tudom, hanyadik lettem, gyorsúszásban lettem harmadik, és hátúszásban is harmadik lettem. Tehát akkor a mellúszásban ezek szerint nem kaptál érmet, de ott is indultál abban a kategóriában is a korábbi? Ez pedig nekem is az első versenyem volt, amit a Szódon kaptam, itt van 2010-ben, aha, és hát ez egy aranyérem. Hűha, hát az egy nagyon szép aranyérem. Kristóf, nálad? Én ezt nyertem a december 10-ai versenyen, hátúszásban lettem első, gyorsban negyedik, és mellbe is negyedik. És a hátúszás ezek szerint a kedvenced, hogy abban lettél első? Nem, pedig... én nekem a gyors a kedvenced. Gyors a kedvenced? És mégis a hátban lettél az első, igen, akkor ezek szerint ez megy a legjobban, úgy tűnik. Ugyancsak az úszás mellett nem csak iskolába jártok, hanem különböző tevékenységeket végeztek, még szakkörök, illetve régebben táncoltatok is, ha jól tudom. Mik ezek a tevékenységek, amiket még szoktatok csinálni? Zenélünk. Aha, zongoristák vagytok mind a hárman, ha jól tudom. Hogyan tudjátok ezt a sporttal összeegyeztetni? Szülők gondolom besegítenek a szállításban, meg az időbeosztásban. Meg hát úgy kapunk rá időpontot, hogy nem akkor, mikor az úszás van, hanem előbb. Aha. És mióta zongoráztok egyébként? Tamara? Én ebben az évben kezdtem el. Aha. Én 2 éve úszom, és én 2011-ben kezdtem, 10-ben. Zongorázni? Uh-huh. Kristóf, te? Én is tavaly ugyanúgy, mint Viki. Aha. És ez a sok tevékenység, ez nem szokott a tanulás rovására menni? Igen, szokott? Szokott? Nekinek szokott, de nekem nem. Neked nem szokott? Szépek az eredményeitek az iskolában is? Igen. Uh-huh. Tamara, neked? Igen. Hogy igen, igen, mondhatjuk. Milyen terveitek vannak a továbbiakban az úszással kapcsolatban, hiszen nagyon szép eredményeket értetek el már így egész fiatalon. Készültök-e most valami soron következő versenyre, vagy rendszeresen vannak megmérettetéseitek? Igen. Na, igen, vagy nem? Nem, nem. Nem készülsz most kifejezetten versenyre? Állítólag majd most lesz valamikor tavasszal verseny. Aha. Az is területi lesz? Szerintem igen, de még nem biztos. Nem ezt tudom. Majd az edzők fogják igen megmondani. Tehát gyakorlatilag folyamatosan folynak az edzések, igen, formába tartjátok magatokat, és akkor készültök igen fokozatosan. Akármi jön, ti helyt fogtok állni ezek szerint. Milyen terveitek vannak ezen kívül, hogyha nagy lesztek? Ki mi lesz, ha nagy lesz? Hát én autószerelő szeretnék lenni. Autószerelő? Húha, miért pont autószerelő? Hogy kapcsolódik ez az úszáshoz? Megkedveltem. Megkedvelted, és mellette fogsz úszni rendületlenül, gondolom. Lányok, ti? Én még nem gondoltam rá. Te még nem gondoltál rá? Hát még van idő végül is. Viki? Én szeretnék majd menni az európaira, és utána még rendőr szeretnék lenni. Hűha, hát akkor ezek egész szép tervek. Nagyon komolynak tűnik. Van-e kedvenc élményetek, vagy valami vicces emlék, amire így szívesen visszaemlékeztek az úszással kapcsolatban? Volt-e valami olyan történet esetleg, ami nagyon szimpatikus volt, megmaradt? Nem volt. Én szerintem. Én nem emlékszem legalábbis. Hogy hívják az edzőiteket, akik? Nyíri Zsolt, és... Géza bácsi, nem tudom, a vezetik nevét. Zsolt bácsi és Géza bácsi, igen, akkor velük szoktatok, igen, együtt edzeni. Értem. Hát nagyon sok sikert kívánok nektek a továbbiakban is, és köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hát akkor hajrá a következő versenyekre majd. Térségünkben nagyon sok lótartó és lovagolni vágyó ember él. Éppen ezért egy olyan vendéget is meghívtunk mai adásunkba, akinek élete már sok-sok éve nagyon sok szállal kötődik a lovakhoz és a lovagláshoz. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban nagyon jó barátnőmet, lovas edzőt, Dernovics Katát. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Kérlek, mesélj nekünk elsőként arról, hogy hogyan kapcsolódott össze a te életed a lovak világával. Én is köszönöm szépen a meghívást.
elég régóta fűznek szálak a lovakhoz. Én 10 éves koromban kezdtem el lovagolni, és azóta szinte mindennapos az életemben. Ezzel is foglalkozok jelenleg Gödöllőn, és előtte is több helyen. Tehát igen. Akkor gyakorlatilag jóval több, mint 15 éve, azt is mondhatjuk. Nagyon szép múltra tekint vissza ez a dolgot a életedben. És ha jól tudom, akkor te már gyerekként is tudtad, hogy ezzel akarsz majd mindig foglalkozni. Igen. Miért éppen ezzel? Közel állt az életemhez, és egyszer régen édesapám elvitt egy lovardába, meg kirakott, és mondta, hogy érezzem jól magam. Előtte nagyon féltem a lovaktól, és ott valami olyan kapocs keletkezett, amikor kitaláltam, hogy én csak ezt szeretném csinálni. Jelenleg most hol dolgozol? Most Gödöllőn, a Hilltop Farmon, és ott vagyok minden nap főállásban lovasoktató, lovasedző. Különböző programokat szervezünk, illetve gyerekek és kezdők lovagoltatásával foglalkozok. Hány lovasod van jelenleg egyébként? Sok. 80-100. Tehát akkor gyakorlatilag a legfiatalabbaktól az idősekig vegyes a korosztály. 2 éves kortól. Aha. Eleinte csak tornáztatjuk, ismertetjük őket a lovakkal, és utána pedig áttérünk a nyeregre, és utána pedig már terep, illetve versenyzési lehetőségek is vannak. Azonban nem csak lovas oktatással foglalkozol, hanem büszke ló tulajdonos is vagy, méghozzá 2 lónak a tulajdonosa. Igen, van egy 13 éves kancám, aki születése óta velem van, nagyon sok mindent éltünk át együtt, illetve van egy csikója, aki már tavasszal 4 éves lesz. És vele is születése óta foglalkozol. Igen. Sőt, már az anyja hasába is foglalkoztam vele. És már elkezdted lovagolni is, hiszen igen. Terepre is jártok együtt. Igen, jól. Terepre járunk, és már egy versenyen is indult, ahol nagyon szép eredményt ért el, első helyezés lett. Gratulálok hozzá! Köszönöm szépen! Mi az, amire ugye most nagyon kemény hideg köszöntött be, és télen ugye egyébként is fokozottan kell figyelni a lovainkra, illetve hát lovagláskor nyilván a saját testünk, épségünk védelmére is, de ebben a nagy hidegben mi az, amit el tudnál mondani, hogy ha valaki lótartó, akkor a lova védelmében mi az, amit nagyon fontosnak tartunk, amire oda kell, hogy figyeljen? Hát a lovak elég jól viselik a hideget, persze nem a -10-ről beszélek, de általában boxban tartják a lovakat, ahol nincsen -10 éjszaka. Elég jó a fűtésük a lovaknak, és csak az istálós versenylovakat szokták általában betakarni, illetve amelyeket nem szeretnék, hogy megnőjön a szőrük, ők szőrt növesztenek, és jól védekeznek a hideg ellen. Amelyiket takarják, az nem növeszt szőrt, és a takaró segít melegen tartani a testét. Mi történik akkor, hogyha mondjuk befagy a lovaknak a víz? Tehát nyilván erre is oda kell figyelni, vagy van-e olyan dolog? Naponta többször kell itatni őket, nagyon fontos, hogy kellő folyadékhoz jussanak, és napi 20-30 liter folyadékot megisznak télen is. A lábuk védelmében mi az, amire oda kell figyelnünk fokozottan, ugye főleg, ha patkolva van egy ló? Igen, a patkó az csúszik, tehát meg beletapad a hó, a jég, azt sűrűn ki kell takarítani, vagy pedig hókivetőt kell rakni a patába, és az megakadályozza, hogy beletapadjon a hó, illetve a jég belefagyjon, illetve sarkokat szoktunk még rakni a patkóba, és akkor nem csúszik el, hogyha kint lovagolnak rajta. A takarmányozással kapcsolatban van valami olyan dolog, hogy esetleg ilyenkor több élelmet igényelnek a lovak? Vagy? Inkább több szalmát szoktak alájuk rakni, hogy melegen tartsa a boxot, illetve a kinti lovak szoktak több abrakot kapni, hogy a fűtésre menjen a több energia. Mi a helyzet akkor, hogyha mondjuk nyeregbe szállunk és lovagolni szeretnénk télen is, akkor saját magunkkal kapcsolatban mire kell odafigyelnünk? Hát, hogy melegen fel legyünk öltözve, a lovaglónadrág alá érdemes venni még több réteget is akár, illetve a cipő, ami nagyon fontos, hogy a gumicsizma az télen nagyon hideg, azt inkább felejtsük el, tehát inkább bőr vagy bélelt csizmát, bakancsot. Vastag zoknival nyilván, hogyha nem akarjuk, hogy a lábujjaink azok letöredezzenek. Igen, igen. Hogyha mondjuk tereplovaglást választjuk, igen, mi, vagy akár a kedves nézőink, akkor ott milyen veszélyeknek lehetünk kitéve, mi az, amire óvatossággal kell készülnünk? Hát a tereplovaglás az ugye a
hóviszonyoktól is, meg az időjárástól is függ. A lovak ne legyenek patkolva, vagy ha meg vannak patkolva, akkor legyen benne sarok, illetve a lovas az fel legyen öltözve, sapka, sál, kobak, kesztyű, meleg kesztyű, mert ugye amik elfagynak, azok a végtagok először, és az nagyon kellemetlen, hogyha úgy üli végig azt az egy órát, hogy végig fázza. Hogyha mondjuk csúszós talajra érkezünk, akkor hogyan tudunk arra odafigyelni, vagy hogyan tudjuk úgy irányítani a lovunkat, hogy ez minél biztonságosabb legyen? Hát egyensúlyba maradni mindenképpen, és inkább kikerülni az ilyen jegesebb, lefagyott részeket, hogyha tudjuk, hogy ott könnyebben megcsúsznak a lovak. Illetve a felemás útra, ferde útra nem megyünk rá, mert onnan könnyen lecsúszik a lólába. Említetted, hogy a Hilltop Farmon dolgozol, a térségből is nagyon sokan járnak hozzátok lovagolni. Igen. Van esetleg valami olyan program a közeljövőben, amire készültök így a téli lovaglás kapcsán? Igen, most farsangolunk 25-én, és lesz jelmezes verseny, illetve quadrill, ami egy zenés kür, és ott beöltözve fognak lovagolni a lovasaink, illetve bértartóink különböző programokat, ami nagyon érdekes és látványos lesz. Lehet tudni valamit a jelmezekről esetleg előjáróban? A jelmezek viccesek, érdekesek lesznek, és nagyon frappánsak. Van esetleg lovaglási lehetőség is, hogyha az érdeklődők kilátogatnak? Van lovaglási lehetőség, a Hilltop Farmnak a honlapján meg lehet nézni, illetve az elérhetőségeket, illetve ki is lehet jönni Gödöllőn. Mindenkit sok szeretettel várunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és megosztottad velünk mindezt, és további jó munkát kívánok, illetve sok sikert a lovagláshoz és a lovagoltatáshoz. Köszönöm szépen! Azt mondom önöknek, Csorba István, az nagyon sok embernek nem mond semmit, hiszen több száz ilyen nevű ember is lehetne az országban. De ha azt mondom, hogy Csoresz, az már sokaknak igenis ismerős, hiszen Csoresz régiunk egyik ismert lakodalmas muzsikusa. Sok szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, Csoresz. Mi már régebb óta ismerjük egymást, hiszen a szüleimnek a lakodalmában is a 80-as években már te zenéltél. Hogyan indult a pályafutásod, milyen hangszeren kezdtél, és honnan ered ez a név, hogy Csoresz? 1982. április 12-én muzsikáltam legelőször a Mogyoródi zenekarral, lakodalmas zenekarral, és ott az egyik zenekari tag adta rám ezt a nevet, Csorba Istvánból Csoresz Bece név lett. Tehát 1982 óta. Hát igen, az ides tova 30 éve volt, ugye? Milyen hangszeren kezdtél? Először csak doboltam, aztán később megpróbáltam már a lakodalmas műfajban az éneklést, és hát úgy néz ki, hogy sikerült, mert 30 éve, még hála Istennek, járnak az emberek és jönnek utánunk a mi zenénkre, illetve elfogadták a hangomat. Ez alatt a 3 évtized alatt jelentek meg lemezeid, saját szerzemények? Igen, el is hoztam egyet, hagyd mutassam meg. Ebben a CD-ben, MP3-ason összeszedtük az összes olyan megjelent CD-nket,
ami 30 év alatt végül is megjelent, illetve tartalmaz még egy olyan CD-t, ami 2010. december 25-ei bál óta napjainkig, illetve bálokat, összeszedtük azt is egy csokorba, és az is benne van. Akkor ez egy nagyon szép lemez, és ugye nosztalgia lehet azoknak, akik ez alatt a 30 év alatt ismerték a ti, vagyis a te múltadat. Ugye rengeteg lakodalomba zenéltetek, ez volt a fő profil. Így van. Hát én azt mondom, hogy nem túlzom, hogyha elmondom azt, hogy 30 év alatt több mint 1000 lakodalomba részt vettem sikeresen, és rengeteg bálba. Egyébként másféle ünnepségeken is felléptem, és hát azért elmondhatom, hogy majdnem mindig sikerrel. Kik voltak a társaid, kikkel zenéltél ezekben a lakodalmakban? Ugye hát kérdezted, hogy a Mogyoródi Zenekar, ez a név egyáltalán hogy keletkezett? Hát úgy, hogy a régi tagjaink közül a régi zenekaromba ketten voltak mogyoródiak, és amikor megkeresték lekötni a zenekart a lakodalmasok, akkor ugye csak annyit mondtak, hogy a Mogyoródi Zenekar, Mogyoródról jönnek, és így ragadt ránk ez a név. 2001-ig, aztán 2001-től sajnos egy tagunk, illetve a Mogyoródi Zenekarból hárman kiváltak, és így már csak úgy jegyezték a zenekart, hogy Csoreszé Zenekara. Hát igen, a Mogyoródi Zenekar nagyon híres volt a 80-as években, nem véletlenül a szüleim lakodalmában is ez volt a talpalávaló szolgáltató banda. Esetleg volt-e emlékezetes fellépésed a lakodalmakon kívül, vagy legnívósabb esemény, ami részt tudtál venni a zenekaroddal? Volt több is. Nekem nagyon sokat jelentett az, hogy az egyik emlékezetes, hogy mint mondtad is, hogy apukádnak is mi muzsikáltunk a Lagziába, illetve volt a példa arra, hogy nem csak az apukának, hanem már a fiának is muzsikáltunk. Ez egy nagyon nagy dolog, hogy visszahívtak ugyanabba a családba, és két generáción keresztül muzsikálhattunk. A másik ilyen például a Svédországba, Göteborgba meghívtak minket zenélni. A CD-nket valahol Svédországba meghallották, fölkutattak, és kinyomozták, hogy hol lakunk, és meghívtak. Nagyon-nagyon emlékezetes volt. Az ott élő magyaroknak muzsikáltunk, zenéltünk nagyon nagy sikerrel, több CD-t el tudtunk adni, és nagyon jól éreztük magunkat, nagyon szerették ezt a fajta zenét. Aztán még egyet hagyd mondjak el, hogy mi volt még ilyen. Aszódon a fesztiválon éveken keresztül zenélt a Mogyoródi Zenekar, sajnos Csoreszi Zenekara, mi már ezen nem tudtunk részt venni, mert azt hiszem, hogy ezeket most már abba hagyták, ezeket a fesztiválokat. És ott 10-15 ezer embernek muzsikáltunk, nagyon jó reklám volt a zenekarnak, és nagyon-nagyon jól érezték magunkat. Egyébként ezekről a felvételekről készítettünk egy összeállítást is, és majd, amikor lesz a 30 éves jubileum bál, akkor be is fogjuk mutatni a nézőknek, illetve a vendégeknek. Jó is, hogy említed, mert erre akartam rátérni a témára, ugye, hogy 30 éves a pályafutásod, 30 éves a Csoresz zene, és hogy ennek alkalmából szervezel egy jubileumi bált Bagonna Művelődési Házban. Így van, 2012, tehát az idén április 14-én lesz annak 30 éve, hogy elkezdtem ebben a lakodalmas műfajban tevékenykedni. Ez alkalomból szeretnénk egy bált rendezni, Bagon lesz valóban a Művelődési Házban, több fellépő is részt fog venni. Minden olyan régi bálost válunk, akik már régen hallottak minket, akik annak idején fiatalként eljártak a báljainkba, most pedig családosként csak otthonról hallhatják is hanghordozón a Csoresz zenét. Mindenkit szeretettel várunk, mindenkit, aki a bálunkba járt, mindenkit, akinek a lakodalmában mi muzsikáltunk, és ezzel is megköszönve azt, illetve majd nyilvánosan ott a bálban megköszönve, hogy 30 évig muzsikálni tudtunk, 30 éve itt vagyunk a pályán, hiszen nagyon sokat köszönhetünk nekik, és azt a rengeteg nótát szeretném megköszönni majd ott a bálban, ami érzelmileg és zenéleg ezt a zenekart 30 éves pályafutásán biztosította a működésében. Szeretném azt is elmondani, hogy a régió polgármestereit is szeretnénk erre a bálra meghívni. Akikkel beszéltünk, azok mind el is fogadták már a meghívást. Per pillanat ott jár a szervezés, hogy a meghívók elkészültek, és el fogjuk juttatni a megfelelő helyekre, a régió különböző településeire. És hát véleményem szerint egy 200-250 fő valószínű, hogy össze fog jönni,
És ami még lényeges, fontos, hogy nem csak bál lesz, hanem egy ünnepi megemlékezés is, és itt hadd említsem meg, hogy többek között elfogadta meghívásunkat a környék ismert zenekara, az Agyva Banda, azon kívül néptáncosok is lesznek az ünnepi műsorban, és azt is hadd mondjam el, hogy Bunyós Pityu, akivel elég szoros a kapcsolatom, ő is elfogadta, úgyhogy ő is részt fog venni ezen az ünnepségen, és fel is fog lépni. Tehát akkor ez egy nagyon izgalmas műsorpalettát kínáló bál lesz a résztvevőknek. Így van. És annyit hagyd mondjak el, hogy többen kérdezték azt, hogy végig fogtok játszani ezen a buliban 6-8 órán keresztül a műsoron kívül. Hát mondtuk, nem úgy tervezzük, szeretnék, ha más zenekar is lenne, hogy azért ne kell nekünk egész éjszaka muzsikálni. Erre volt, az volt a válasz, hogy hát inkább, ha lehet, akkor ti muzsikáljatok. És ezt olyanok mondták, akik 30 éve, 25 éve, 20 éve nem hallottak már minket, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy a zenekarunk fog muzsikálni, és azokat a régi nótákat is szeretnénk elővenni, amit 80-as években, 90-es években muzsikáltunk. A jó zene mellé vacsorát is szolgáltatok a bárban résztvevőknek? Vacsora, kimondott vacsora nem lesz, szendvicsekkel fogunk kedveskedni a tisztelt közönségnek, illetve pezsgőt fogunk bontani a 30 év alkalmából, és hát a büfé is fog üzemelni, ahol majd inni lehet. Nem tudom, hogy mennyire hirdetitek már ezt az eseményt. Talán érkeztek már visszajelzések arról, hogy mennyien jönnének erre a bálba eddig? Mint mondtam is, érzésem szerint egy 250, lehet, hogy még a 300 fő is ott lesz a kultúrházban. Hát ugye sok tiszteletjegyes is lesz ebben. Nagyon sok szeretettel várjuk, és meg is hívtuk, és el is fogadta például a Régi Plusz Televízió meghívást. Köszönjük szépen, így van. Úgyhogy szeretettel várunk benneteket. A Régió Plusz Televízió köszöni szépen a meghívást, és nyilván eleget fogunk tenni ennek a meghívásnak. Köszönjük mi is. Már a képújságunkon futnak a bálnak az információs adatai, az elérhetőségei. Lehet jelentkezni erre a bálra akkor, ugye, Csoresz? Lehet jelentkezni, igen. Elmondhatom, hogy hol lehet esetleg jegyeket vásárolni. Tehát a régió összes településén majd a plakátozás alapján rajta lesznek a telefonszámok, ahol meg lehet majd venni, vásárolni jegyeket, illetve az én telefonszámomon is el lehet engem érni, én is tudok biztosítani meghívókat. Szeretném elmondani, hogy csak a megvásárolt meghívók alapján lehet a bálba részt venni, tehát nem nyitott bál lesz, hanem előre megvásárolt meghívókkal lehet csak, pontosan azért, mert lehet, hogy nem 300-an, lehet, hogy 400-an, vagy még többen érdeklődnének, hiszen az előzetes felmérés alapján nagyon sokan visszajelezték, hogy részt kívánnak venni ebben a bálban, és együtt szeretnének velünk ünnepelni. Hát köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és el tudtunk beszélgetni erről a remek zenei pályafutásról. Igaz, 30 évet nagyon nehéz ilyen rövid idő alatt átbeszélni, összefoglalni, de azt hiszem, akik ismernek, azoknak egyáltalán nem újdonság, semmiféle információ a muzsikáddal kapcsolatban. Akik meg nem ismernek, azoknak meg ajánljuk azt, hogy menjenek el erre a bálba, és hallgassák meg ezt a zenét, éljék át az igazi Csoresz hangulatot, mert ugye a környében Galga Hévízen is rendszeresen rendezel bált, és azt hiszem, az itt élők, a régióban élők közül nagyon sokan tudják, hogy mi az a Csoresz hangulat, és mi az a Csoresz zene. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál. És a kedves nézőknek pedig ajánlom a Csoresz bált.